Sziasztok! A bodzavirág szörp receptjét fogom ismertetni és az elkészítési módját bemutatni. Egy alapmennyiséget készítek el, amitől ha eltértek, akkor természetesen a hozzávalók mennyiségét is arányaiban kell módosítanotok. Ehhez az alapmennyiséghez szükség van 2,5 liter vízre, 25 bodzavirágra, azaz deciliterenként 1 bodzavirágra, 1 darab citromra, 50-60 g étkezési citromsavra, és 2 teás kanál nátrium benzoátra tartósítószerre, valamint 2 kg cukorra. A 2,5 liter vízbe beleszórom a bodzavirágokat, ezeket még a délután folyamán szedtem össze, tehát frissek. Belekarikázzuk a citromot, amit én előtte azért inkább ki is nyomkodok, és csak utána fogom belekarikázni. Nagyjából bele nyomjuk a levét. Okay. Nem kell kicsavarni, csak így nagyjából. A többi majd remélhetőleg úgyis kioldódik belőle. Karikázunk egy kicsit. Egyelőre más nem rakunk bele, hanem ahogy belekarikáztuk a félig meddig kinyomkodott citromot, szépen összekeverjük és 24 órát állni hagyjuk. Ez most itt 24 órát fog érlelődni, ázni, állni. Végre letelt a 24 óra, közben többször kevergettem, még egy kicsit átnyomkodom, aztán leszűröm. Csak még előbb a nagyját kiszedem, hogy könnyebb dolgom legyen vele. Maradnak. Leszűrjük, az apró bogarakkal nem foglalkozunk, mert azok a szűrőruhán úgyis fent maradnak, a virágpor viszont nem marad fent. Ezért ha valaki esetleg attól tartana, hogy majd a későbbiekben a szörpjében úszni fog a virágpor, akkor még az áztatás előtt mossa le a virágokat. Engem az ilyesmi a legkevésbé sem érdekel, és egyáltalán nem is foglalkozom vele. Szűrőruhának, hát talán még a legjobb lenne ez a mosható gyerekpelénka, de a konyharuha is megteszi. Kicsit lassan folyik, de megéri kivárni. Nagyon jó illata van. Ez megvan.
Ahogy leszűrtük, elkeverjük benne a korábban forró vízben feloldott két teáskanál, tehát kettő teáskanál nátrium benzoátot, ez a tartósítószer, hogy mégse bodzabor legyen belőle, ne erjedjen meg, hanem maradjon meg szörpnek. 50-60 gram, körülbelül 50-60 gram citromsavat, és a 2 kg cukrot. Ennek kell egy kis idő, mire szépen fel fog oldódni. De holnapra már tudja, hogy teljesen feloldódik. Időnként megkevergetem és jó lesz. Aztán már mehet is az üvegekbe. Így néz ki az a bodzavirág szörp, amit jó magam is preferálok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!